Van egy tök jó estény, például amikor, mikor volt tegnap este volt, sütött nekem palacsintát. Hazaértem, még kicsit dolgoztam, palacsintát ettem, úgy alakult, hogy lefeküdtünk egymással, ami tök jó volt, de utána ezt így megjegyzi, hát ez most jó volt, bár fáj a fejem, de azért jó volt, mint hogyha egyébként máskor így nem lenne jó, na mindegy, ez most csak egy ilyen kis fasság, de nagyon sok picike fasság van minden napra, amiből nem tudom, hogy hova vezet, de hogy állandóan veszekszünk, de nem tudom, ez szerintem nem veszekedés. Ez szerintem nem veszekedés. És szerintem mindenkinek így van. Mindenkinek. Mivel hogy vannak már? Mindenki így van, nem? Hát hogy él? Máshol él csöndben, mosolyog minden nap? Minden rendben van? Van, aki így él. Hiányzik egy ilyen fajta élet? Na most ez milyen kérdés? Milyen kérdés a kérdésem? Mi a válasz rá? És akkor meg tudom, mi a kérdés? Tűnik, hogy valamelyiknek személyes sértésnek veszi azt, amit a másik mondott. Még nem teljesen tudom, hogy melyik te. De persze lehet, hogy én voltam. Nem tudom, ez olyan, hogy mit kell osztályozni a dolgokat. De miért kell erre érzékelnek? Mert kezd megakadni. Mert miért kell osztályozni? Nem az volt, hogy először megakadtam, te először osztályoztad, majd én azon megakadtam. Tehát a kérdés a tiéd. Miért kell osztályozni a dolgainkat? Máshogy gondolom. Máshogy gondolom, mert nem osztályoztam. Nem tudok ezzel együtt venni, ne haragudj, nem értem, hogy mi jó, a semmi gond. Akkor hát, hogy nem tudnád most itt úgy elmondani, hogy valahogy helyre tedd azt a félreértést. Ezek szerint félreérted. Én tegyem ezt helyre, vagy én úgy gondolom, hogy ha Tomi ezt rossz néven vette, akkor tetted helyre. Jó. Nem, de lehet, hogy nem. Én feszült voltam aznap. Attól az ember nem árasztja a másikra, nem árasztod, értem kalocsai, nem árasztja a másikra, hogy éppen mi a baja, de nekem ott volt az új terv a fejemben. Az új tervem a fejemben, és ezzel voltam elfoglalva egész nap reggeltől kezdve is, és ez nyomasztott, és emiatt, hogy megcsinálom ezt a, mondom, megcsinálom ezt a babysitter kis világot, hogy hívok csajokat, akik nagyon jók babysitterkedésben, és akkor én fogom kialakítani azt a hálózatszerűséget, egy pici, ami most ez a tervem, és ezért voltam feszült. Egy vállalkozás. Egy kicsi vállalkozás, pici. Na, ennyi. És ettől hát eléggé meg vagyok lepve. Ezt eddig soha nem mondtad, ezt mondta tervezni. Hát hónapok óta. Hónapok óta? Hónapok óta te tervezgetsz valamit? Ami az életünket befolyásolja, és ezt itt kell elmondani a Julinek? Most úgy alakult, mert itt ez a jó volt út. De hogyha lett volna rá alkalom, akkor elmondtam volna másképp. Szívem, minden nap otthon vagyunk, este 7-től, fönn vagyunk, hanem 1:30-ig. Azért ez nem egy olyan volumenű dolog, amit nem most tartott az ügy, most tartott nem, ez ott... De mi? Amikor elmentem a Telenorhoz, az az ügy, aznap elkezdődött, és közügy volt kettőnk közt, amikor azt a telefont én megkaptam. Nem az volt, hogy hónapokon keresztül titkolóztam. Nem titkolózom, nem, ez a más. Te hanem megosztottam. Most van, itt látom a kutyát elásva. Nem, na, ez az én dédelgetett álmom belül. Bizony. De én ezt támogatnám, szívem. De én meg nem tudom kiadni, amíg nem nőtt föl ez a bőrvirág. Úgy beszélsz, mint azok a kisgyerekek, akik attól félnek, hogy nem fogják meghallgatni az egész mondatot. Olyan nagyon gyorsan, úgy hadarsz, annyira kapkodsz. Mint aki nem hiszi el, hogy érdekes lesz és szépen végig fog. Én csak úgy egyben akartam átadni, amikor már biztos. De mert most már biztos? Még nem biztos. Ezzel nem mondtam eredetig. De most úgy alakult, hogy ki kellett mondjam, hogy itt voltam feszült. De ha ezt... Tegnap este elmondod nekem, hogy te miért vagy feszült, akkor lehet, hogy nem kezdünk el veszekedni, nem? És mondjuk a mai napot le is mondhattuk volna, mert akkor nem lett volna okunk idejönni. Most már mindegy. Most már mindegy, igen. De hogyha ezt elmondod nekem, megosztod velem, akkor azért csak ismersz annyira, hogy baszki, ezt támogatom. Hát én lennék a legboldogabb, hogyha minél előbb valami fantasztikus dolgot csinálnál. Ja, mert az a véleményt nem csak semmi. Nem az a véleményt. És így tovább, de lejárt az időnk, úgyhogy most itt egyelőre hagyom őket téli blokkba. Otthon vannak a következő jelenetben. Hajnal van. Hát megint az ágyra kell sajnos. De tényleg nem tudom, hány év után fogunk kiérdemelni az ötös tisztület. Pordószínház! Ezt egyszer kértünk, hogy kell nekünk ilyen kellék, és azóta is mindig kérjük, de
egyszer üljön rám valaki, aki nagyon bátor, még ülni is lehetetlen, de hát ilyen hősies szakma ez hiába, szóval. Éjszaka van. Na de mindjárt reggel lesz. Belecsöppent a fővárosi életbe. Most megnézzük, hogy akkoriban mi történt vele és hogyan ért. Még víz, meg mindenféle érdekesség, tányérkákat hozzá. Söröd! Söröd? A söröd. Az, hogy most ez össze. Nem baj? Tudod, kiszik össze, neki egy fasz. Tudom, de normális ember, ez minimum borsodit iszik be kőben. De nem volt más már, hogy csak lezolhattam ide, mert nem volt a semmi. Lehet, hogy nem beszélgetünk ennyi? Hazajönnöm 150 kibekúrt kilométer után, hogy chipset főzött a csajom, meg kekszet. Ez komoly? De... Mi a tökömet csináltál egész a spriccelgetted az ablakot? Nem, vagy mit? Most jöttem haza. Mert hol voltál? Volt az első vizsgám ma, de hol lesz a másik? Az egy egész napos dolog? Az egy egész napos dolog. Bemész reggel 6-ra? És ilyenkor kell hazajönni, azért meg vizsgáztál. Nem, tehát nem csak az volt, hanem előkészült. Tedd már a kurva pajzsodat, meg a kardodat, és beszélgessünk, jó? Szóval, hol voltál egész nap? Nem, csak a barátunknak. Ne hevegjél! Azt kérdeztem, hogy hol voltál egész nap? Nem. Gyere, ide is öleljél meg, puszítsak te. Szia. Szóval, hol voltál egész nap? Hol? Az előbb azt mondtad, hogy vizsgáztál, akkor hol voltál egész nap? Szerinted azért fizetem a kibaszott albérletemet, hogy te eljárnak a se a barátnőid, de jegyzetelgetni? Én mondanám, máskor nem tudok levizsgázni. Csak a barátnőddel tudsz levizsgázni, mert vele is fogsz dolgozni? Mert nélkül azt se tudsz, vagy mi? Mi van? Mi van? Nincsen semmi. Csak tanultunk. Jó, semmi baj, gyere. Gyere. Na, ott vagyok. Jobban vagy, jobb kedved van most már. Jó. Már nem akartam. Ne haragudj, most lehet... Haragszom! Fogd már be a szádat! Mit jel? Fel kell hívnom! Fogd már be a szádat! Fogjad be a szádat! Ezt érted? Értem. Köszönöm. Lehet, hogy nem nézel? Mi? Persze.
nagyjából ilyen volt a hétköznap ezzel a Joe nevű fickóval, aki korábbi élettársa, bőrvénye, nem tudom minek megnézzük, milyen volt. És akkor felmerül az a kérdés, hogy ha már az agresszióról van szó, az vajon kibe van beépítve? Az vajon a személyiségnek a része, vagy direkt kihúzom a gyufát, amitől a másik velem olyan agresszív lesz? Vagy olyan személyiség valaki, akinek, bocs, hogy így kérdezem, mert szeretek provokatív kérdést feltenni, hogy akinek jár az, hogy vele úgy bánjanak? Akármit hívunk agressziónak. Ugye színpadon egy kicsit élesen kell mutatni, vagy fogalmazni. Vagy ahány pasi, annyiféle nő leszek én. Ha mondjuk nem ilyen állapotomba talált volna ez a Joe, akkor lehet, hogy nem így bánik velem. Tehát szerintem ez eléggé szerencsés dolog, hogy végre már egyáltalán terítéken van. Egyáltalán lehet beszélgetni ezekről a dolgokról, hogy mi történik ugye a zárt falak között. Nem az utcán, nem a nem tudom én, a kocsmában, hanem emberek egymás közti kapcsolatában. Szóval gondoltuk volna-e a mai felnőtt Éváról, akit megismertünk az ő mostani házasságában, hogy vele korábban ilyen is megesett. Vagy úgy is kérdezhetem, hogy ha valakivel ilyesmi történik, és úgy kell elképzelni, hogy éveken át, akkor abból hogy tér magához? Vagy ez már így marad? Na, hát kinek mi a vélemény? Addig én elmesélem, hogy nagyon kicsi voltam, annyira kicsi, hogy 12-13 éves, amikor úgy volt, hogy a lakótelep körbe volt zárva egy játszótér. Nem? Igen, a játszótér volt körbe zárva sok lakótelepi épülettel. És mi úgy hívtuk, hogy park, de ritka nagyképű kifejezés, mert minden volt ott, csak park, nem, még ilyen nyamvat fű se nagyon. Na és hát akkor ott lent játszottunk, vagy beszéltünk, vagy nem tudom, amit a kisebb kamaszok tizenéves korukban, és akkor ott volt egy állati nagy dumás fiú, az öcsi, ez volt a beceneve, nem tudom, hogy miért, aki boxoló volt. Na most biztos összefüggés van az én iránta érzett szerelmem, valamint a Belmondo iránt érzett szerelmem. Erős összefüggés látok, lehet, hogy már akkor is láttak, hogy 12-13 éves koromban ez az öcsi, ez valami iszonyú nagy dumagép volt, és a maga módján rendkívül erőszakos, de hát ugye kicsik voltunk, gyakorlatilag nem történt köztünk semmi, de az összes többi fiú állandóan óvott engem, hogy most mit vagyok így rácsúszva erre a fickóra. Na most a játszótér, vagy ez a park, ez olyan volt, hogy az egyik átlójától a másikig, ahol szintén volt egy kis rés a két épület között, ott volt egy olyan, nem tudom, a távolságban volt egy olyan 200 méter, hát mit tudom, 150, nem tudom pontosan. De ha én itt ültem és ott megláttam az öcsit, én már akkor tudtam, hogy ez velem ma veszekedni fog. Nem mindig veszekedett, nagyon tündér is tudott lenni, akkor meg hazudozott. Akkor állati nagy dumákat talált, hogy vele mi történt. Én meg ilyen tátott szája hallgattam, hogy nekem, ő hazudik direkt nekem. És nagyon büszke voltam rá, és akkor viszont, amikor meg agresszív napja volt, ami nem tudom mitől volt, és összefüggje a boxsal, vagy nem, na akkor meg már messziről láttam rajta, hogy hát ez ma balhézni fog, és pont velem. Na, szóval, hogy van egy ilyen története másnak is, 13 éves kori, vagy bármilyen. Mit gondolunk erről a csajról?
Úgy látom, könnyebb arról beszélni, ami kicsit el van távolítva. Mit kellett volna itt mondani? Ugye az alcímnek azt adtam meg, hogy magadon uralkodj, ne rajtam. Miért nem mondja ki? Akármelyik, még csak azt sem mondom, hogy akármelyik nő, hanem bárki emberfia, ha valaki rajta agresszív módon uralkodik, miért nem mondja azt, hogy nem uralkodj is? De mi attól, hogy akkor agyonveri egy... Nem, inkább ez ad neki biztonságérzetet, hogy a másiknak a határozottsága az ő bizonytalanságát. Ezt most még egyszer kéne egyrészt, mert nagyon gyorsan, meg hogy, hogy a többiek is hallják, igen. Az, hogy neki biztonságérzetet ad, ő egy bizonytalan valaki, és a másiknak a határozott fellépés, ez megnyugtatja, szinte kapaszkodik bele. Olyannyira, hogy amikor hazaérkezik, majdnem, hogy provokálja, hogy legyünk már túl az agresszión. Mert akkor tudom, akkor hogy a rendes hétköznap van, Józsi ma is, vagy Jócsó, vagy bárki, rendesen helyre rak engem. Igen. És akkor ember. És ez nekem mitől jó? Megnyugtat. Az ő ereje az én bizonytalanságom. Ez az, amit ugye a mai világban Strasbourg szindróma, ugye jól mondom a várost? Stockholm szindróma, bocsánat, tudom, hogy igen. Szindrómának mondunk, azok nagyon komoly dolgok voltak, ugye az konkrétan egy fogvatartott nőről szólt. Egyáltalán sokszor látjuk azt, hogyha valakit nagyon hosszasan erőszak alatt tartanak, hogy egy idő után szinte isteníteni kezdi az ő fogvatartóját.